naša túžba. Neviem, koľký budete rozumieť všetko. Máme tu vzácneho prekladateľa medzi nami, ktorý bude prekladať do maďarčiny, aby ste všetci z toho niečo mali. Môžete privítať nášho vzácneho priateľa tu. Tak ďakujeme, že ste tu. Nagyon szívesen jöttem, köszönöm szépen a felkérést, megtisztelő a számomra. A toto je taký hlavný manažer, ktorý chce povedať pár slov. Tehát ő a mai rendezvénynek a főmenedzsere. Pekný večer. Szép estét kívánok. A menje celého týmu Premeny Tour. A Premena Tour egész csapata nevében. Sám chcem veľmi pekne poďakovať za to, že tu môžeme byť vo vašom meste. Szeretném megköszönni önöknek, hogy itt lehetünk az önök városában. Veľmi si vážime, že ste prišli aj napriek počasiu. Nagy örömünkre szolgál és megtisztelő a számunkra, hogy az időjárás ellenére, a rossz idő ellenére is eljöttek. A možno viete, možno nie, ale my sme v Šahách už po druhýkrát s týmto istým projektom. Nem tudom, tudják, de mi már Ipolyságon ezzel a projekttel másodszor szereplünk. Poprvýkrát to bolo v tejto budove a myslím, že to je vaša radnica. Tehát először a mellettünk levő épületben, a Városháza épületében voltunk. A tentokrát je to poprvýkrát tu na námestí u vás v Šahách? Ebben az évben szereplünk először itt az Ipolysági főtéren. A veľmi sa vám chceme poďakovať za prijatie, za to, že ste nás nevykričali a neposlali domov, ešte skôr, ako sme začali hrať. És ezért is nagy öröm a számunkra fogadtatás, nem küldtek el minket haza, még mielőtt elkezdtünk volna zenélni. A veľmi pekne ďakujeme za vaše prijatie aj ľudí, ktorí za celým týmto projektom stoja z vášho mesta, a to sú duchovní predstavitelia z cirkvi, ktoré v Šahách pôsobia. Nagyon szépen köszönjük a közelműködést azoknak az ipolyságiaknak is, akik a projekt mögött állnak itt helyben, és ezek elsősorban az ipolysági egyházak képviselői. A my sme sa rozhodli s celým týmto projektom prísť, lebo sme chceli sa s vami stretnúť. Azért döntöttünk úgy, hogy ezzel a projekttel idejövünk, mert szerettünk volna önökkel találkozni. Prostredníctvom nejakého programu pre deti, ktorý sa žiaľ kvôli počasiu udiať nemôže. Tehát ennek egy része lett volna a gyermekprogram is, amely sajnos a rossz idő miatt nem valósulhatott meg. Takisto nejaké remeselné trhy sú tu, a takisto sme priniesli nejaké výrobky, na predaj máme kofolu zadarmo. Tehát ugyanúgy ezt a cél szolgálta volna, illetve szolgálja a kézműves vásár is, amelyhez mi is hoztunk termékeket, és mindenkit várunk egy kofolára. Takže ak ste ešte nemali a máte chuť, môžete sa občerstviť v tých stánkoch na boku, je to zadarmo. Tehát ha valaki megszomjazná, akkor nyugodtan menjen oda a sátorhoz, és olcsa szomját, ez a rendezvény rezsijében van. A toto všetko sme urobili preto, lebo sme sa chceli s vami stretnúť a modliť sa za vaše mesto. Hát azért tettük, mert önökkel szerettünk volna találkozni, és önökkel együtt imádkozni ezért a városért. Pretože veríme tomu, že Pán Boh sa vašim mestom iba neprešiel, ale že sa rozhodol tu zostať. Hiszük, hogy a mennyei atyánk ebben a városban nem csak átutazó, hanem tartósan itt van. A veríme, že má Pán Boh ešte lepšie veci pripravené pre toto mesto a že mu záleží na vás, na ľuďoch, ktorí v ňom bývate. Hiszük, hogy Istennek ezzel a várossal tovább pozitív tervei vannak, és pozitív tervei vannak mindazokkal, akik itt laknak. A preto veríme, že vám tento program dá viac ako len nejaký kultúrny zážitok. Hiszük, hogy ez a mai program nem csak egy kellemes kulturális élményt jelent majd. A že si naozaj z tohto večera odnesiete to najdôležitejšie pre vaše srdce. És hogy majd amikor hazatérnek innen, akkor az önök szívében a legfontosabb üzenetünket is hazaviszik. Chcem povedať jednu takú vec.
A my tu máme medzi sebou vzácnych ľudí, ktorých predstavíme neskôr. Máme tu vzácnych ľudí. Szeretném még azt is elmondani, hogy nagyon értékes emberek vannak köztünk, akiket majd a műsor folyamán szeretnénk bemutatni. Predstaviteľov cirkvi. Az egyházak képviselői. A máme jedného vzácného brata z Maďarska, ktorý nám tu povie veľa osobného svedectva. Eljött egy magyarországi testvérünk is, aki hitvallást tesz majd előttünk. Ale teraz by sme radi spievali ešte jednu takú radosnú pieseň. És most egy örömteli dal következik. Ktorá hovorí, že život s Pánom Bohom nie je zložitý. Amely arról szól, hogy az Istennel való élet igazából nem összetett. Aj keď to vyzerá zložito. Még ha néha úgy is tűnik. Ale Pán Boh veľmi dobre rozumie každému nášmu srdcu. De mi mennyei atyánk mindannyiunk szívét nagyon jól érti. Čo nás teší a čo nás trápi. Tudja, mi okoz nekünk örömet, és mi az, amitől szenvedünk. A či tomu veríte, alebo nie, Pán Boh nás miluje absolútne dokonalou láskou. És hiszitek, vagy nem, a mi mennyei atyánk tökéletes szeretettel szeret minket. Nikto z nás tu nie je taký, že by nebol milovaný Pánom Bohom. Tehát nincs köztünk olyan, akit Isten nem szeretne. Takže táto pieseň je jednoducho s tebou. Tehát a dal címe egyszerűen veled. Oh,
Ďakujeme veľmi a vzácneho brata z Maďarska, ja nechcem povedať skomoliť meno, je to Boroš Lajos. Dobre, hovorím po slovensky a tak. A ja chcem pozvať na pódium teraz. A my máme potom ešte viac hudby, nejaké osobné veci, čo chceme povedať, ale sme si povedali, že v takom jazyku, ktorému najviac rozumiete, chceme vám povedať pár slov. A tento zásny brat má čo povedať. Hát, most Boroš Lajos testvérünket szólítjuk a színpadra. Az ő mondani valója egyértelműen mindannyiunknak szól majd. Szerettük volna a város jellemző nyelvén is elmondani mindazt, amit ő majd most az elkövetkező percekben elmond. Hey, ja prosím, aby prišiel na pódium. Tehát kérjük, hogy fáradjon a pódiumra. A zároveň by som chcel privítať medzi nami pána primátora. Szeretném tisztelettel köszönteni a körünkben a polgármester urat is. Most jó, tak privítaj tu medzi nás. Je to také vzácne, že si našiel čas. Érték ez a számunkra, hogy időt talált a rendezvényre. A ja som ho poprosil, aby povedal nám pár slov. Je v tomto meste ten, ktorý zobral na svoje plecia zodpovednosť starať sa o mesto. Hát szerettem volna, hogyha ő is szól majd, az ember, aki a város gondját a vállára vette. A viete, ako to je, trápenie od ľudí? Hát természetes, hogy akik a munkajavát vállalják, azok kapják a legtöbb kritikát is az emberektől. A ja by som tak chcel poprosiť, aby nás tak tu privítal, povedal pár slov, ktoré má na srdci. És szeretném, ha pár szót szólna hozzánk. A ja by som potom chcel brata Boroša Lajosa poprosiť, aby mohol za neho sa modliť a za toto mesto. És utána megkérném Boroš Lajos testvérünket, hogy imádkozzon városunk vezetőért is, és magáért a városért. Potom budeme pokračovať egy ďalším slovom a svedectvamért brata Borosa. És utána pedig Boroš Lajos hitvallása következik. Ja využijem, že je tu Tibor Pavlinka, že asi troška zjednoduším robotu a poprosím, aby tých pár slov, ktoré tu poviem, aby to preložil. Hát én egyszerűsíteni a magam dolgát az, hogyha van fordító, akkor kihasználnám. V prvom rade, škoda, že takéto počasie nás prichýlilo, ale ja verím, že táto dáma a títo páni, ktorí sa medzi nás prišli, prinesú troška potešenia do tohto možno ťažkého obdobia, ktoré prežívame. Možno táto spoločnosť alebo tento svet nezažíva také ťažké obdobie. Én nagyon sajnálom, hogy ezt a rendezvénytipolyságon ilyen időjárás fogadta, de remélem, hogy maga a rendezvény kis fényt hoz a napban, és útmutatást mutat majd ebben a nagyon összetett és időnként kevésbé kedélyes helyzet, általános helyzetben is. Preto nič iné nám nezostáva v týchto chvíľach. Naozaj, keď tá dôvera medzi ľuďmi, medzi politikmi a medzi priateľmi sa tak veľmi stráca, hát más talán most más választásunk nincs ebben a helyzetben, amikor az emberek közötti és a politikusok közötti kölcsönös bizalom annyira kezd eltűnni, aby sme zostali priatelia, aby čím viac ľudskosti, ľudskej tváre, pohľadenia, poboskania zostalo medzi nám. Tehát, hogy ebben a helyzetben is minél több barátság, minél több szeretet, minél több ölelés és csók maradjon közöttünk. A každý nech si vybere tú vieru, v čo verí. Niekto verí v to, niekto verí v to, ale tá ľudská, alebo tá ľudskosť, tá ľudské priateľstvo je asi to najlepšie, najdôležitejšie potešenie medzi nami. Prajem vám príjemný deň dnes a verím, že aj napriek tomu zaujímavému počasiu vás táto atmosféra zohreje. Legyen az mindenkinek a saját dolga, a saját lelkiismeretének a dolga, hogy melyik egyházat választja. A fontos az, hogy az emberség megmaradjon köztünk, és ebben ennek a gondolatnak a jegyében szeretnék értékes rendezvényt kívánni önöknek. Ja chcem ešte tak krátko povedať, že viete, kresťania máme doslova prikázané, že sa máme modliť za svoje vrchnosti a tých, ktorí sú vo vyšších postavenia. Tehát nekünk
keresztényeknek szinte parancsunk az, hogy imádkozzunk a fölöttünk állókért. A viete, koľkokrát mi viac hundreme, ako sa prihovárame a prosíme Pána Boha, aby pomohol takýmto ľuďom, ktorí berú na svoje plecia zodpovednosť. Sajnos sokkal többet mérgelődünk és morgolódunk magunkban, mint imádkoznánk azokért, akik társadalom terheinek a nagy részét a vállukra veszik. Tak keď sa nepohneváte, môžem poprosiť nášho bráta, aby vás takto požehnal a modlil sa, áno? Tehát, ha nem haragszik meg a polgármester úr, akkor megkérném a testvérünket, hogy áldja meg és imádkozzon érte. Ennyi, édesatyám, nagy kontraszt az, hogy egy ilyen magamfajta ember kérhet áldást és imádkozhat így ipolyságért és a mellettem álló polgármester úrért. Hagyj kérem, atyám, az Úr Jézus nevében a te áldásodat, az ő személyes életére, munkájára, és hagyj kérjem, Istenem, ennek a város lakóira, a te fiadnak, az Úr Jézusnak a nevében, te drága áldásodat, békességedet, Uram, hogy növekedés legyen, Istenem, legfőképp a te ismeretedre, hiszen belőled fakad minden áldásforrás. Fiadért az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Ktorých potrebujete po ľavej pravej ruke, aby to mesto rozkvitalo. Hogy olyan szakemberek legyenek körülötte, akik megfelelő tanácsokat adnak a város felvirágoztatásához. A nech vám nechybajú financie na všetky dobré projekty, ktoré mesto potrebuje. És ne hiányozzon a pénz mindazon projektre, amely a város felvirágzásához szükséges. A zároveň nech vaša rodinka, vy proste a vaši blízky, nech sa majú dobre, nech sú zdraví. Családja és hozzátartozói is jó egészségnek örvendjenek. Tak naozaj z celého srdce to prajeme. Teljes szívemből kívánom. Ďakujem ešte raz veľmi pekne, ale myslím, že najdôležitejšia je dôvera občanov. Ďakujem. Že on túto službu medzi vami, Lajos Boros. A bizonyságtételem lényege tulajdonképpen abból fog állni, hogy Isten számára semmi sem lehetetlen. Že moje svedectvo vlastne bude o tom, že pre Boha nič nie je nemožné. Všetko je možné. Amikor van olyan élet, ami mondjuk már teljesen le van írva minden tekintetben, akár a család számára is, akár az ember önmaga számára is, Istennek akkor is még van egy lehetséges útja az ember életére nézve. Keď je život taký, že už úplne v hĺbke, že už všetci povedia, že tento život už končí úplne že zle, ešte stále Boh dáva šancu a ponúka svoju ruku. Vannak látható kötelek és vannak látható bilincsek embereknek az életén, és vannak nem látható kötelek és vannak nem látható bilincsek embereknek az életén. Že existujú viditeľné putá, čo vidí každý, ale existujú také putá, čo ľudia nevidia ako s očami, ale predsa ich životy niečo pomotalo alebo Isten zakotvilo. No? Isten az ember belső világát képes megszabadítani, és ez mire jó, hát abból indul ki minden. Že Boh dokáže tvoje vnútro oslobodiť. A na čo je to dobré? Lebo tak, že odtiaľ vychádza všetko. Az én személyes életemre térve 62 éves vagyok. Že ja mám 62 rokov a môj osobný život. Jelenleg nagyon rendben van az életem. Že mám úplne v poriadku môj život. A koromat figyelembe téve igen nagy áldás az, hogy van két kisgyermekem. A keď pozeráte na môj vek, mám ako veľkú vďaku Bohu, že mám dve detičky. A lányom 10 hónapos, a fiam 4,5 éves. Mám dievčatko 10-mesačné a chlapčeka 4,5 ročného. És élek egy úgynevezett normális életet, mint amit egy átlagember él ebben a világban. A žijem úplne normálny, taký priemerný život. De hogy ez nem mindig volt így. Ale nebolo to vždy takto. Amiket mondok, az lehet, hogy úgy is értékelheti egy-egy ember, aki hallgatja ezt, hogy egyáltalán miért kell erről beszélni. Tak keď ma počúvate, tak môžete si myslieť, že na čo to vlastne počúvame. Miért kell a bűneket kiteregetni. Že na čo musíme svoje hriechy ukázať iným. Némelyek azt mondják, ezt inkább titkolni kéne, és úgy besöpörni a szőnyeg alá.
to by sme skôr mali tak zakryť a utajiť pred ostatnými. De az Isten pont abba dicsőül meg, amikor egy-egy tönkretett életet képes fölemelni. Ale vlastne Boha uvidíme práve v tom, keď je život úplne na dne a ten život sa mení kvôli Bohu. 27 évvel ezelőtt elszívtam 40-50 szál cigarettát, és hogyha volt pénzem, berúgtam egy nap kétszer is. Pred 27 rokmi som fajčil aj 40 kusov cigariet. Két oldalon a csípőmön nem volt hely az injekció szúrásoktól. Že na mojich stehnách nemolo už miesto, kde by som nepihol injekciu. És ami mögöttem van még, az így is tudják mondani talán az emberek, hogy a saját anyámnak a szégyenére több mint 30 év börtön. A čo bol ešte za mnou 30 rokov vo väzbe. Miért kell erről beszélni? A prečo o tom máme hovoriť? Tulajdonképpen nem kell. Vlastne by sme ani nemali. De az Isten dicsőül meg mégis abban, amikor valaki azt mondja, felemelve az életét, hogy egy ilyen tönkretett, megtaposott életet az Isten felemelt. Ale Boha oslávi to, keď ukážeme ten život, že tohoto človeka Boh zdvihol. Ha igaz az, amit most mondok, hol kéne nekem lenni? A keď je to pravda, čo teraz hovorím, že kde by som mal vlastne byť? Emberi megítélés szerint nem ipojságon, a főtéren, bizonyságot téve arról, hogy Isten mit tett az életemmel. Z hľadiska ľudského určite nie na javisku hovoriť o svojom živote. Hanem azon az úton haladva, amin eddig jártam a reménytelenségbe. Ale na ceste úplného és nem egy megszabadított normális életbe. Ale Boh ma oslobodil, a uloží ma do úplne normálneho života. Az idő rövidsége miatt a lényeget szeretném elmondani. Chcem povedať hlavne tú podstatu, lebo máme krátky čas. Tulajdonképpen, hogy mi változtatta meg az életemet. Že čo zmenil môj život. Az ember beszéde nagyon sok mindenre képes. Že vlastne reč človeka na veľa vecí. Emberek vannak, dobre, akiknek az émegy tönkre az életük, mert egyik hallgat a másikra. Že niektorým ľuďom sa zrúti svoj život, lebo počúva na iných. Azt mondja a Biblia, hogy élet és halál van az ember nyelvének a hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. V našom reči, v našom jazyku je sila života alebo smrti, hovorí Biblia. A Krisztusról szóló evangélium, evangélium egyik ember számára je pre jedného človeka. Lehet egy semmit mondó üzenet. Je vlastne nič. De amelyik ember a szívébe beengedi. Ale kto pustí ozaj tento evangélium do srdca. Annak az embernek a szívében most 2021-ben Krisztus halálát és feltámadását követően 2000 évre is megjelenik az Isten. Pre toho človeka sa objaví Boh v srdci v tomto roku 2021. Én Magyarországról, Galgamácsáról jövök. Ja prichádzam z Maďarska. Az otthoni börtönöket úgy rendszeresen járom. Systematicky navštevujem tie väzby. Vendégtáblával a nyakamba. A mám tam tablu. Ak megacer vendég. Vizitor, vendél. Ja, že on je tam vizitor, ako navštevuje systematicky, že môže, má na to povolenie. No. És itt is minnyájan jöttünk valahonnét. A aj my sme prišli sadikadial. De mély meggyőződésem az, hogy ezen a téren van valaki, aki nagyon-nagyon messziről jött. Ale určite je tu niekto, kto prišiel veľmi, veľmi z ďaleka. Aki nem ebből a világból való. Že kto nie je z tohto sveta. Isten azt mondja, ha ketten vagy hárman az ő nevébe összejönnek, ott ő megjelenik az ő lelke által. Lebo Boh hovorí, keď dvaja alebo traja sa zídu v mene Boha, tak je tam. És az ő akarata mindig az, hogy a kárhozatból mentse meg embereket az örök életre. A jeho vôľa je, aby vás zachránil, aby ľudí zachraňoval. Hogy sötétségből világosságba, hogy az ördög országából, Isten országába vigyen át embereket. Aby ste s tmy do svetla ste sa dostali, od diabla k Bohu. És mikor ilyeneket mondok, lehet azt mondja valaki magába, hogy miről beszél. A keď hovorím takéto, tak možno, že niekto povie v sebe, že o čom hovorí. De ha azt mondom, hogy a bűnkényszerítő hatalma itt mindnyájunkat érintett ma, aki ezen a téren állunk, akkor igazat mondok. Ale ja vám hovorím, že diabol vlastne vás núti robiť také veci, čo ani nechcete. Hogy valamit tesz az ember, amit már nem akar. Že robíš niečo také, čo už nechceš.
robiť. És egy olyan életet kínál az Isten, ami nem a körülményektől teszi függővé, sem a békességét, sem a megnyugvását, sem amit ez a világ kerget, a megelégedettségét. Ale Boh ti ponúka iný život, nie taký ako svet, ale také uklodnenie a úplne pokojný život s ním. Hanem egyedül a szívtől teszi függővé, hogy az ember mit akar. A to závisí od srdca. 1994-ben nagyon hosszú szabadságvesztésnek az elején, ami több mint 20 esztendő volt. V roku 1994 som začal, ako dlho som bol zapnutý na väzby. Találkoztam egy emberrel, aki megosztotta velem az evangéliumot. Ja som sa stretol s jedným človekom, ktorý povedal mi evangélium. Előtte sokszor hallottam, itt bement, itt kijött. A veľakrát som toto počul a tuto vošiel a tuto vyšiel tá správa. Igazából soha nem érintett meg. Ale nikdy to nedotklo mojho srdca. Azt mondtam, úgy akarok meghalni, ahogy én eddig éltem. Hovoril som, že chcem zomrieť tak, ako som žil doteraz. Nem ismertem az Istent. A nepoznal som Boha. Azon a délelőttön, amikor a fegyház varrodájában egy másik rab megosztotta velem az Isten üzenetét. Ale v tom popoludní, keď som bol vo väznici, kde šili az volt az én órám. A on povedal, ako mi povedal svoj život, to bol môj čas. És hogy mondjam el, nem tudom, milyen szívvel áll itt egy-egy ember. A neviem, že akým srdcom tu presne stojíš. De hogy Istennek van üzenete, ez biztos. Ale Boh pre teba má určite správu. És Isten az ember által adja át az ő üzenetét. A Boh tú správu zvyčajne podáva od jedného človeka k druhému. Soha nem volt arra igényem, hogy tiszta életet éljek. Nemám som pocit, že mám žiť čistý život. Az én testem tele van tetoválva mindenféle katasztrofális tetoválásokkal, a javítóintézeteknek és a börtönöknek a jegyeivel. Moje celé telo je úplne tetovavolné, akože úplne mám veľa tetovania na svojom srdci. De a szívem ennél összehasonlíthatatlanul szennyesebb volt. Ale moje srdce bolo ešte od tohto oveľa špinavšie. Az evangéliumot hallgatva, hogy Krisztus vére képes megmosni az én belső világomat. A keď som počul evangélium, že Boh ma môže očistiť, képes új életet adni nekem, že Boh mi môže dať nový život, akkor ott abban a pillanatban itt önmagamban nem fejeztem ki a beszédemmel, de azt mondtam, nekem kell. Tak, nehovorila som to slovami, ale vo vnútri, moja vnútri som povedala, že toto potrebujem. Že és Isten jelleme nem változik. A ako Boh sa nemení. Ő ma is az Isten, aki a szíveket vizsgáló Isten. A on je aj teraz Boh, ktorý pozerá na tvoje srdce. És ha valakinek a szívébe van egy igény arra, hogy ő szeretne az Istennel egy élő kapcsolatba kerülni. Ha chceš sa dostať do živého vzťahu s Bohom, tak on ponúka pre teba toto. Akkor Isten lép ezzel kapcsolatba. A pristúpi k tebe. A vele való közösség túlmutat az egyházakon. A toto nezávisí od toho, že do toho, ktorej církvi patríš. És természetesen mégis benne van. A predsa je aj tam. De Isten személyes. Ale Boh je osobný. Aznap éjjel egy pokróc alatt rendeztem az életemet. Tak v tú noc som mojou pokrývkou vallottam meg olyan dolgokat az Istennek, amiket itt nem mondanék el. Sa rozhodol žiť ďalší divoč Bohom, a také veci som mu povedal, čo teraz by som radšej nesiela. Többek közt azért, hogy szégyelném elmondani az emberek előtt. Že by som sa, no tak, ako? Hámbil, že hámbil by som to povedať. De akkor ott ez kijött belőlem. Ale tam som všetko povedal Bohu. Életembe először megkeseredtem Isten jelenlétébe. Prvýkrát živote som ozaj smútil nad mojim životom pred Bohom. Az emberek sírnak önmaguk előtt, ez mindenkire jellemző. Egy-egy mélységbe, vagy egy-egy szakadásba az ember könnye kijön. Že ľudia zvyknú plakať pred sebou. Pred sebou. To nie pred Bohom, ale pred sebou. Az ember könnye kijön, és azt mondja a Biblia, hogy a világ előtt való szomorúság, az halált nemz. Ale keď sme len tak pred svetom smutní, tak to
jedna z protilásky. Az Isten előtt való szomorúság pedig megbánhatatlan megtérés szerez. Ale pred Bohom, keď smutíš, tak to nesie život. Ha ez mögött nem lenne tartalom, én egy szót nem bírnék itt beszélni. A keby za tým to nebol nič, tak určite by som tu nepovedala ani jedno slovo. Én hiszem azt, amit az előbb mondtam, illetve az elején mondtam, hogy Isten beszéd, de különleges beszéd. Ja verím, že Božie slovo je výnimočné slovo. Azt mondja az ige, hogy az Isten hangjára lángok törnek elő. Že na slovo Božie aj ohni, a to je z Biblie, že aj ohnie môžu vyísť, no. És azt mondja az ige, hogy az Isten hangja az megremegteti a pusztát, Kádes pusztáját. Bocsánat, hogy ennyire próbára teszem itt a tolmácsot. To sú z časti z Biblie, takže trošičku ťažšie pre mňa, že aj zemetrasenie dokáže Božie slovo urobiť, no, na Božie slovo. És ami belül volt, akár gőg, akár önbecsülés pedig, aztán ha valaki mélyen volt, én mélyen voltam. A že keď niekto mohol byť hlboko, tak ja som bol veľmi, veľmi. Aznap éjjel az Isten jelenlétébe összetört. A tú noc pred Bohom, keď som smútil, tak všetko sa zrútilo. Hol lakik az Isten? Že kde býva Boh? Azt mondja az ige, hogy mennyei magasságban és a megtörtés alázatos embernek a szívébe. Že Boh býva v srdci toho, kto ozaj smúti pred ním a je pokorný, pokorný. Csodatevője az Isten. On robí zázraky. Emberi megítélés szerint lehet egy műanyag pohárral kellene Blahalújza téren Budapesten koldulnom. Že keby to bolo len od človeka, tak určite by som bol žobrákom. Vagy férészegen állva, vagy bedrogozva lenni valamelyik kocsma sarkán. Alebo niekde opitý by som ležal niekde. Ehhez képest vár otthon a két gyermekem. Porovnaní toho čaká ma rodina, dve detičky. Hogy mondjam, mert én ezt nem érdemlem meg. A vôbec to nezoslúžim, vôbec. Nem azért adta nekem az Isten, mert megérdemlem. Nie, preto mi to dál, lebo ja to zaslúžim. Ezt hívják kegyelemnek. To je milosť. És Isten ezzel a kegyelemmel akar belépni az életedbe. A s touto milosťou chce vstúpiť do tvojho života. És akarja azt adni, amit mi emberek nem tudunk a másiknak adni. A chce ti dať, čo človek človeku nedokáže dať. Jézus mondja, jöjjetek én hozzám mindjárt, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. Ježiš hovorí, že poďte ku mne všetci, ktorí nemáte silu. Az Isten fiába vetett hitben van a békesség. Lebo pokoj je pred Bohom. És ha valaki tudja, hogy ez nem a körülményektől függ, akkor én tudom. A keď niekto vie, že to nie je od tých okolností, čo v tvojom živote sú, tak to ja viem. Nagyon aljas ember lennék, hogyha ezt akár ezen a téren, akár valamelyik börtönbe, vagy gyülekezetbe, vagy iskolába, ahol szolgálok, ezt hirdetném, vagy abban a hajléktalan misszióban, ami vagyok. Že slúžim vo viacerých miestach a vždy hovorím o Bohu a nie. És ez nem lenne igaz. Že nie je od človeka je to, lebo to by nebolo. De dicsérem érte, hogy igaz. Pravda. A ja chválim Boha, že to je pravda, že to od Boha ti môže zmeniť. Élő Istene van ennek a haldokló világnak. Že máme živého Boha. És ez az élő Isten nem változott. A ten živý Boh sa nemení. Ma is azért van jelen a világ, hogy keresse azt, ami elveszett. A preto je Boh tu medzi nás, aby že hľadal toho, to, čo nem tudom, ki mit várt ettől az alkalomtól. Neviem, do čo čakal od tohto podujatia. De én most így egyszerűen hagy kérjelek, hogy az Úr Jézus nevében békülj meg az Istennel. Ale ja ťa prosím v mene Boha, aby sa zmierni s Bohom. Életed áldás és az örök élet egy kiadós bűnvaló imádságra van tőled. Tvoj život je požehnanie. Néha, amikor de megyek egy börtönbe, előtte őszintén imádkozom, hogy beengedjenek. Keď idem do väznice, tak úprimne sa modlím, aby ma pustili. Ha nekem valaki azt mondta volna, egyszer még azért imádkozok, hogy börtönbe kerüljek. Ani keby niekto by povedal, že za to sa budem modliť, aby som sa dostal do väznice. Isten nem azt nézi, hogy honnan jövünk. Boh nepozerá, že odkiaľ prichádzame. Isten azt nézi, hogy hová akarunk menni.
pozerá, že kam máme ísť. Az ember nagyon magányos tud lenni ebbe az életbe néha. Človek môže byť niekedy veľmi osamelý. 7 milliárdan vannak ezen a földön, de azt mondják a szociológusok, hogy soha nem volt ennyi magányos ember a világon. Žijeme už na svete 7 miliárd ľudí a predsa len toľko osamelých ľudí ešte nikdy nebolo. Az Úr Jézus jelenléte megtöri ezt. Ale kvôli tomu, že je tu Pán Ježiš, tak to všetko sa zruší. A megtérsz, soha nem leszel egyedül. Keď volíš Boha, nikdy nebudeš osamelý. Nikdy. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ezteket a gondolatokat megoszthattam itt. A veľmi ďačím Bohu, že vám és ha valami ebből megérintett. A keď niečo k tebe sa dotklo. Szeretném elmondani, ez nem egy emberi szentimentalizmus. A to nie je ľudský szentimentalizmus. Akkor az Isten kopogtatását hallottad meg a lelkedben. Ale Boh ťa volá, nie od ľudí je to. Pont rád vár az Isten. A na teba čaká Boh. Köszönöm, hogy itt lehettem, köszönöm, hogy mindezt megoszthattam, és ha valami átjött belőle, egyedül az Isten dicsérem ezért. Ďakujem, že som tu mohol byť a hoci čo sa teba dotklo, to je od Boha. A Isten áldja meg itt Polságot. A nech žehná Šahy Boh. Ďakujem. Van egy dicsőséges, láthatatlan város, melynek az utcája nem poros, nem sáros. Ebbe a városban soha nem lesz alkony. Minden lakás csodás berendezett szent hol. Színarany utcái nincs zsivaj se lárma, házakból tisztán zeng Istenhez a hála. Nincs betegség, ezért abba kórház sincsen, szenvedést okozó láz is ismeretlen. Nincs rabló, nincs börtön, nincsenek fegyőrök, az utcasarkokon nem állnak rendőrök, nincsenek katonák, puskák, fegyvergyárak, a Szentváros felett bombázók nem szállnak, nincs abban gyáripar, füstes gyárkémények, nincsenek koldusok és nincsenek szegények. Nincsenek óvodák, nincsenek bölcsödék, reggel iskolába nem indul a kis diák. A város betölti az öröm a béke, nem irigyli egymást város boldog népe. Város népe egy nagy hívő családból áll. Ifjat és öreget nem rémiszt a halál. Mivel halál nincsen, nincsenek sírkertek. Örök élettel bír népe az Istennek. Még sokkal több szépet rejt ez a szent város, melynek szépségéről írta látnok János. Ebbe a városba vár bennünket Isten, a testünket itt hagyva majd kilépünk innen. Fia vére árán üdvösséget nyerünk, így az örök város polgárai leszünk. Nechcem už nevidieť, čo vidíš ty. Nechcem sa zastaviť, keď kráčaš ty. Nechcem už nevidieť.
sestru farárku Hanku. Szeretném felhívni a színpadra Hana Sevecskova, evangélikus. Brat kaplan rímskokatolickej cirkvi Jožko, Jozef, otec Jozef. Jozef Atyátis, aki a római katolikus egyházközség káplánja. A brata Jánosa z kresťanskej cirkvi reformovanej. És Jónás testvérünket, aki a református egyházközség. Ja som ich poprosil, aby tak, ako sú tu, vlastne mi môžete im zatlieskať. Pozrite. Lehet tapsolni egy kicsit nekik. Určite majú čo robiť aj dnes večer. Biztosan lenne dolguk ma este is, egyéb is. A sú tu s nami, lebo im záleží na meste a na vás. De itt vannak közöttünk, mert értéke van a számukra a városnak. A ja som ich poprosil, aby sa tak mohli vlastnými slovami predstaviť trošku a potom jeden za druhým takto požehnať toto mesto podľa toho, čo majú na srdci. Hát megkérném őket, hogy saját szavaikkal mutatkozzanak be egy kicsit, és utána mondják el azt, amit a várossal kapcsolatban is szeretnének. Brat János, keď môže začať, budem veľmi rád. Alebo ako chcete, od najmladšieho ideme. Ono je odvážny si najviac takto, lebo ty chodíš na tie vysoké hory, otec Jozef. Áno, tak chodíme na vysoké hory. Tak ďakujem pekne, že môžeme my za katolickú cirkev povedať niečo a pomodliť sa za mesto. Pán farár je tu tiež prítomný, tak ma vyslal, že sa môžem pomodliť ja. Takže chcel by som povedať teda, že neviem, či budeme prekladať. Budeme prekladať? Myslím si, že väčšina, určite väčšia časť vedia aj po maďarsky a po slovensky. Dobre, tak nech sa páči. Hej. Tak ja si myslím, že jedna taká oblasť, za ktorú je dobre sa pomodliť, je taká, nazvem to, kultúrna oblasť. Ja som tu nie dlho, ale už to, čo som počul o šahách, to, ako ľudia rozprávajú o tomto meste, že častokrát možno prejdú týmto mestom množstvo ľudí zo Slovenska alebo Maďarska a častokrát len prechádzajú okolo tohto mesta, ale my tu, ktorí žijeme v šahách, sa nachádzame, žijeme svoje životy a častokrát ľudia, ktorí žijú v tomto meste, tak som sa počul, že počul som množstvo takých vyjadrení, že my sme už také mesto, že už to odchádzajú mladí ľudia častokrát a možno a taká, častokrát taký, až taká možno nostalgia za tým, že ako toto mesto možno volá kedy bolo historické nejaké centrum, malo svoje postavenie, kráľovské postavenie. Kde tu bola aj župa a množstvo takých vecí a dneska zmýšľame možno tak v malom o šahách. Tak by som sa chcel modliť tak, možno vlastnými slovami, možno za túto atmosféru, ktorá častokrát sa tak opakuje. Tak ťa, nebeský Otec, prosíme na tomto mieste, ty nás naozaj najlepšie poznáš, ty najlepšie poznáš to, čo prežívame, každý z nás v našom živote. Tak ťa prosím za to, aby všade, kde možno už je prítomná taká beznádej, možno kde je prítomná nechuť zmeniť veci, kde už sme zabehnutí v nejakých tých našich kolajniciach života, tak ťa prosím, aby všade tam, kde je toto prítomné, aby ty si prichádzal postupne so svojou prítomnosťou, so svojou láskou, so svojou dobrotou. Ako hovorí naozaj prorok Izaiáš, že ty tvoríš všetko nové, tak buď aj v tomto meste takým postupným tvorcom, ktorý môže tvoriť veci, ktoré možno sú zaduchnuté, možno smutné, na nové, na čerstvé, na farebné. Amen. Isté veľa vecí, za čo sa môže modliť, asi celkom konkrétne. A my sme tak prežili pred niekoľkými rokmi, že veľmi dôležité je v našom meste zažiť zmierenie. Zažili sme a sme vnímali a vnímame, koľko bolesti toto mesto zažilo. Koľko ľudí
nosí bolesť niekde v zahraničí, lebo mu bolo v tomto meste alebo jeho predkom ublížené. A možno sme si ublížili navzájom aj ako národy, členovia rozličných národností, vierovyznaní. Potrebujeme znova nájsť cestu k sebe. To skutočné odpustenie a tú cestu, aby sme našli jeden v druhom priateľa, bráta, sestru, bez rozdielu toho, že budem pozerať, odkiaľ je, kam prichádza, alebo ako čo hovorí. Ja by som sa chcela modliť za zmierenie, za pokoj v tomto meste a za to, aby ak sú postavené steny, múry, aby boli zbúrané, a ak sú zbúrané mosty, aby boli znova postavené. Pane Ježiši Kriste, ďakujeme ti za to, že miluješ toto mesto a miluješ každého jedného človeka. A ďakujeme ti za to, že vidíš všetky tie bolesti, ktoré sa tu udiali alebo sa dejú dodnes. A že ty si ten, ktorý lieči rany. Ty si ten, ktorý pomáhaš a veľmi rád to robíš, búrať múry. A ďakujeme, že ty si ten, ktorý pomáhaš veľmi rád stavať mosty medzi nami. Tak ťa prosíme o to, aby sme dokázali v meste zažiť zmierenie. V každej jednej oblasti, kde zmierenie potrebujeme. Aby sme našli cestu k sebe. Ako ľudia rozličných vierovyznaní, ľudia rozličných národností, ľudia rozličných generácií. Nech je tvoja sloboda tu nad týmto mestom vyhlásená. A nech môžeme ruka v ruke kráčať spolu za tebou a s tebou. Presne tak, ako nás chceš vedieť ty. Prepnutý tvojou láskou a oslobodený. So zahojenými ranami, uzdravený. Nech sa tvoja vôľa deje v našom meste, Pane. Ty si pánom a kráľom. Ty si ten, ktorý tuto v našom meste si s nami a veľmi rád budeš uzdravovať veci, ktoré uzdraviť treba. Amen. Mi magyar emberek sokszor szeretünk elégedetlenkedni. Rossz az egészségügy, rossz az iskolaügy, rossz a kultúra, rossz sok minden. De én úgy hiszem, hogy először itt kell megváltozni. Majd Lajos testvérem bizonságot tett, ugyebár mikor maga vezette úton járt, akkor hova került? Egyenesen a börtönbe. Mert semmi nem volt jó neki. Több pénz kellett, több nő kellett, több ez kellett, több az kellett. És azt vette észre magán, hogy börtönben van. Az embernek itt kell megbékélni először. Úgyhogy én azt mondanám, hogy az emberekért, akik itt lévőkért, hogy megismerhessék azt az utat, ami megváltoztatja egy embernek az élettörténetét. Az én életem is, hogyha az Úristen nem szól közbe, ki tudja, hol lennék most. Biztos nem itt. De kezébe vett és megváltoztatott. És ezt mindenkivel meg tudja tenni. Hogy kezébe vesz és megváltoztatja az embernek az élettörténetét, és ott, ahol van, ott áldássá teszi. Én ezért kérem az imádságot. Drága Uram Jézus, köszönjük, hogy te ma is hatalmas Úr vagy, aki beleszólsz az ember életébe, és akit kér téged, szívébe hív téged, annak megváltoztatod az életét, és azt látja a környezete is. Kélek, Uram, ezért az városért, hogy áld meg ezt a várost, ennek városnak minden lakóját, áld meg ennek a városnak a vezetőit, akiket különböző posztokra helyeztél, hogy vezessék ezt a várost. Áld meg az iskolaügyet, áld meg az egészségügyet, áld meg a kultúrát, áld meg összes területét, a sportot is, Uram, hogy áldottak lehessenek, akik ezt végzik, akik csinálják. Áld meg a vezetőséget, hogy jól tudjanak bennünket vezetni. Áld meg szent lelkeddel, te mutasd meg a hatalmadat. És téged kérlek a jelenlévőkért, akik az eső ellenére is idejöttek. Te ébreszt tüzet az ő életükbe. Te változtasd meg az ő életüket. Te emeld fel őket, és te vidd tovább az ő, te áldásoddal az ő életüket. Tied legyen, Uram, a dicsőség ezért, most is örökkön örökké. Ámen. Ďakujeme veľmi pekne. Môžete mi poďakovať za to, že tento čas je nový. Nad každým z nás do všetkých chvíľ splnenú nádej.
žehná pán. Povedali to, čo Pán Boh v ich živote urobil.
imádkozzon azért, hogy Isten az ő életükben beköltözzön. Prostě povedaném, Boh miluje šahy. Boh miluje šahy. Boh miluje šahy. Jó, rendben, most már hallom és értem. Isten szereti ipolyságot. A bolnám radosťou a cťou byť na tomto mieste. És öröm és tisztelség volt a számunkra ezen a helyen lenni. Mohli sme sa modliť za veľa ľuďom, za veľa ľudí. Hát sok emberét imádkozhattunk. A mohli sme vidieť, ako sa ich Boh dotýka. És láthattuk, ahogy az Isten megérinti őket. A ľudia zažívajú uzdravenie. És ahogy gyógyulnak. Pojmenil jeden príbeh, ktorý sa ma dotkol pred viac ako pol rokom. Most egy olyan történetet szeretnék elmondani, amely fél éve érintett meg engem. Jön a moja teta, dostala COVID. Hát a nagynéném COVID-ot kapott. A mala veľmi ťažký a zlý priebeh. És ez a betegség nagyon nehéz lefolyású volt. A je matka dvoch detí. Két gyermek édesanyja. Malých detí. Kisgyermekeké. A veľmi mi to bolo ľúto, keď som to počul, že má ťažký priebeh. Hát nagyon megérintett ez, amikor hallottam, hogy mennyire beteg. Plusz v tom čase už boli plné nemocnice. Abban az időszakban már tele voltak a kórházak. Tak som sa s ňou rozhodol spojiť aj zavolať. Rozhodol som sa spojiť ako telefonicky. Tehát nehezen tudtam vele kapcsolatba lépni. Nemohla poriadne hovoriť. Nem tudott rendesen beszélni. Veľmi ju bolili oči. Nagyon fájtak a szemei. A cítila sa byť veľmi slabá. És nagyon gyenge volt. A tak sme sa vtedy modlili v mene Ježíša Krista. És akkor imádkoztam Jézushoz. A hneď po krátkej modlitbe. És mindjárt egy rövid imádság után. Na Božiu slávu. Amely a Isten dicsőségére szólt. Hneď prestali boliť oči. És Isten dicsőségére megszűnt a szemfájdalma. Začala plakať. Sírni kezdett. A vrátil sa jej hlas. És visszatért a hangja. Od týždeň som znova s ňou o tom hovoril. Egy hét múlva beszéltem vele a dologról. A mi potvrdila, že od tej doby sa cítila vynikajúco. És igazolta, hogy attól az időszaktól kitűnően. Áno, môžem sa tlieskať Bohu. Ďaká Bohu za tento zázrak. Tapsoljuk meg Isten, taký čodát te. A táto moja teta, ona bola tak tradične veriaca. Ez a nagynéním hívő ember volt. Verila v Boha? Hitt Istenben. Ale nežila podľa toho. De nem élt, ja szerint. A ja som vedel, že není zmierená s Bohom. Tudtam, hogy nincs az Istennel kivékülve. A vtedy som je malo tú možnosť vysvetliť evanjelium. És ekkor elmagyarázhattam neki az örömhírt. Že jedna vec je veriť, že niečo je vyššie nad nami. Az egy dolog, hogy hiszünk valamiben, ami több, magasabb, mint mi. A druhá vec je uveriť v Ježiša. Egy másik dolog hinni Jézusban. A odozdať mu svoj život. És a kezébe adni az életünket. Ona vtedy odozdala svoj život Ježišovi. Ő akkor adta Jézus kezébe az ő életét. Otázka, či si ty odozdal svoj život Ježišovi. A kérdés az, te Jézus kezébe adtad-e az életedet. A od tej doby sa začal meniť jej život. Az ő élet attól kezdve változni kezdett. A ja vám chcem povedať, že Boh miluje ľudí. Én azt szeretném nektek mondani, hogy Isten szereti az embereket. A on nechce, aby zomierali na choroby a na COVID? Nem akarja, hogy betegségekben, így COVID-ban például halljanak meg. Ak si tu a chcel by si zažiť Boží dotyk. Ha itt vagy, és érezni szeretnéd Isten érintését. Alebo by si chcel prijať Ježíša svojho pána. Vagy szeretnéd elfogadni Jézust uradként. Alebo by si chcel, aby sa za teba niekto pomodlil. Vagy ha egyszerűen szeretnéd, hogy valaki imádkozzon érted. Tak budeme dole s týmom pod radnicou. Ott leszünk a városháza előtt. A veľmi radi sa teba budem modliť. És nagyon szívesen imádkozunk érted. Boh vás ženaj, šahy. Amen. Isten áldjon meg ipolyság. Boh zmenil jeho život, tak som ho poprosil, aby povedal ešte on také krátke svedectvo. A potom
dáme, sľubujem, 3 piesne aspoň. A budeme to veľmi tu vyspievať, čo všetko Pán Boh u nás urobil, tak nech sa páči. Megkérném a barátom, a taký mögött nagyon kemény élet, történet, ahogy szintén tegyenek tanúságtételét. Tak dobrý večer. Ja som Jano z Banskej Bystrice. Za pár dní budem mať 44 rokov a chcem vám povedať trochu o mojom živote. Jó napot kívánok. Jano vagyok, Bystrice bányáról. 44 éves vagyok és szeretnék pár dolgot elmondani. Ja pochádzam z neveriacej rodiny a všetci, čo ma poznali, tak ma pokladali za dobrého chlapca. Nem hívő családból származom, de minden ismerősem jó gyereknek tartott. Ale pravda bola celkom inde, ani ja som si to neuvedomoval. Az igazság valahol teljesen máshol volt, de ezt én sem tudatosítottam. Bol som presvedčený, že ja môžem všetko. Meg voltam róla győződve, hogy nekem minden szabad. A to sa prejavovalo tak, že doma som dosiahol všetko. És ez abban is megnyilvánult, hogy otthon nem úgy viselkedtem, hogy kellett volna. Tvrdo a bez ohľadu na to, či to bolo dobré. Tehát mindent átültettem keményfejűen és durván, függetlenül attól, hogy jó vagy nem jó. A postupom času, keď som rástol, tak som začal robiť naozaj to, čo som chcel a považoval za dobré. Ahogy nőttem, azt kezdtem csinálni, amit én jónak tartottam. Keď som myslel, že potrebujem mať veľa známosti so ženami, tak som ich mal. Tehát rengeteg kapcsolatot kötöttem nőkkel. Keď som potreboval peniaze, tak som si ich zadovážil spôsobom, ktorým sa hovorí, že krádeš, či už od rodičov, alebo od starých rodičov. Ha pénzre volt szükségem, akkor a pénzt megszereztem. Egyszerűen elvettem a szüleimtől, vagy nagyszüleimtől. A robil som veľa krokov k tomu, aby som sa aj vedome zasvetil diablovi. A robil skutky naschvál. Naschvál zle, každý deň aspoň raz. Egyre tudatosabban haladtam a sátán felé, egyre tudatosabban tettem rossz dolgokat. Popritom som pil, fajčil, bral drogy. Ittam, cigarettáztam, drogoztam közben. Som závislý na pornografii. Pornofüggő lettem. A pred 22 rokmi zhruba, keď som mal asi 21-22 rokov takmer, tehát körülbelül 20 évvel ezelőtt, 21-22 évesen. Som jednému kamarátovi povedal, išlo zožeň mi toto a toto, ja to vyskúšam, ako to chutí. Išlo o drogy, samozrejme. Egy barátomnak mondtam, hogy szerezzen nekem bizonyos típusú drogokat, kíváncsi voltam egyszerűen, hogy ízlenek vagy nem. A on prišiel o pár dní a dal mi to. Hozott belül természetesen, néhány napon belül. Ja som to zjedol. Megettem. A to, čo sa začalo diať potom, bolo veľmi strašné pre mňa. És ami ezután történt, az a számomra is szörnyű volt. Pretože vôbec to neboli halucinácie a nič príjemné. Tehát nem halucinációk voltak, nem kellemes dolog volt. Ale spravil som si taký výhľad na taký jeden kopec nad našim mestom, ktorý sa volá Suchý vrch. Felsétáltam, kirándultam a városunk sebött álló hegyre, Suchý vrchnek hívják. A bolo mi tam veľmi, veľmi zle. Žiadna fyzická bolesť sa tomu, čo sa začalo diať, nevyrovná. Nagyon rossz dolgok történtek ott velem, semmiféle fizikai fájdalom, mal nem összehasonlítható dolgok. A vtedy sa spustil film celého mojho života. Bol som pri plnom vedomí a videl som všetko, čo som urobil vo svojom živote. Letergett előttem filmszerűen az életem, és mindent láttam kívülállóként, amit tettem. A vtedy som ešte nevedel, že to Boh ukazuje, ale každý jeden šťuchanec mojej malej sestry, ktorej som jej dával, mi ukázal ako rovnako, ako pôvod toho, čo som robil, ako rovnako veľké zlo tých najhorších hriechov, ktoré som urobil. To bol pre mňa šok. Tehát nem tudtam még akkor, hogy Isten műve ez az ismétlés, és minden olyan lögdösődés, amelynek az elszenvedője nővérem volt, vagy bármi egyéb rossz
rettenetes kínokat okozott nekem. A to ešte nebolo všetko, lebo Boh mi ukázal, ako to naplánoval. A bol som neveriaci človek, ktorý popieral, že Boh existuje. Videl som jednoducho celý film, ktorý bol plný iba jedného scenára, a to sa volá láska. Všetko naplnené láskou. Tehát szörnyű volt a számomra látni, ahogy terveztem ezeket a dolgokat, és egy másik oldala volt az egésznek, amikor tudatosítottam, hogy szeretetből látom, valakinek a szeretetéből látom ezt az egészet. A ja som to všetko pokazil a vedel som, že ak sa niečo nestane, tak končím v pekle, ako neveriaci som mal toto presvedčenie. Tudatosítottam, hogyha ezt az egészet, ami az eddigi életem volt, nem hagyom abba, akkor pokolra jutok. Vtedy som na tom mieste, kde som bol, volal k Bohu, aby sa zmiloval nad mnou, aby ma spravil posledným človekom v našom meste, že budem zametať ulice, ale nech mi dá život. Kértem az Istent, hogy bocsásson meg nekem, akár ennek az árán is, hogy a városban az utolsó ember leszek, aki akár legnehezebb és legkevésbé megbecsült munkákat végzi, tegyen bármit, csak ajándékozzon meg az igazi élettel. Ako vidíte, tak on to urobil. Nemal som žiadnu zásluhu, a Boh sa zmiloval nado mnou. Neprehliadol všetky tie veci, ale mi ich odpustil. A z mnohých ma vyliečil, úplne vyslobodil a uzdravil. Ahogy látjátok, ezt az igazi életet megkaptam, kigyógyultam, a függőségeimből új életet tudtam kezdeni. Dnes nie som závislý, dnes mám manželku a 5 detí. Žijeme spolu a Boh nám žehná. Chcem vám povedať, že je pravda to, čo je napísané v Biblii, že keď majd teljesen más életet élek. 5 gyermekem van, feleségem van. Že keď sme boli hriešnici, vtedy nás miloval. Tudom, hogy amikor bűnösök voltunk, akkor is szeretett az Isten. A ešte jednu pravdu vám poviem, je napísané ešte v Izajášovi. Tehát Izajáš profétával szeretnék szólni. Že ty, kto si vo tme, volaj k Bohu, a Boh sa ti ozve. Te, aki a sötétben vagy, szólj Istenhez, és Isten válaszolni fog. Ďakujem. Köszönöm. Oh, take my hand.
Srdci, aby ste žili aký plný život, ako si len viete predstaviť. Pán Boh má všetko, čo potrebujeme. Nech toto mesto prekvíta, nech každý je tu šťastný, nech máte všetkého dosť, dobrého dosť. Ak potrebujete nejaké modlitby, tak nebojte sa, pýtať sa niekoho a modlite sa. Nech Pán Boh dá nový život. Ďakujeme ešte raz veľmi za to, že ste toľko vydržali. A Pán Boh s vami. A ešte jednu vec takú, že tam vzadu, my sme takí slabší biznismeni. Chvíľočku. A tam sme takí, sú stánky, a sú tam aj stánky, kde sú CDčka naše, nejaké knihy a tak ďalej. Ak si to kúpite, tak budete z toho vypoženaní, budeme mať nejaké peniažky, aby sme mohli vyrábať ďalšie veci pre vás. Tak kľudne tam zajdite a je to jeden z tých prvých stánkov tam. A, alebo ak ešte chcete sa porozprávať s niekým, tak kľudne porozprávajte, ale ďakujeme. Ďakujeme zvukárom, že toľko tu zamakali aj pri tom dáždi, všetkým, ktorí tu strechu dali. Ďakujeme tým, čo nás ste tu vydržali a prišli, ani obetovali celý ten čas. Ďakujeme za preklad, za to, že nám tak prekladali tu verne bratom farárom, sestre farárke a tak ďalej. Tak majte sa krásne. O týždeň budeme v Michalovciach, v piatok, ak chcete, tak ste vítani. Majte sa krásne.
sami srdce kvet. Nebera odít, je koniec samote, o Boh ma nezradí. Alebo z ktorého mesta ste prišli, čokoľvek, nech je požehnané celý tento kraj, celé to okolie, celý tento národ, vedľajšie národy je po nás, dobre? Sa máte krásne, ďakujeme za všetko. Buďte požehnaní a šťastnú cestu, skáďal ste prašli. Ahojte.